Sem esztétikailag, sem pedig energetikai értelemben nem nevezhető korszerű épületnek. Nem véletlenül ugye erre esett a városvezetőnek a választása, hogy ez az épületet ideje felújítani. Ezt a 80-as évek építészeti stílusát idéző épületet minden banyhádi kisdiák vagy egykori kisdiák ismeri, hiszen itt készült a mindennapi ebédjük. Konyha épületére a 40 éves technológiának köszönhetően már régen ráfért a felújítás. Bár a vírusjárvány idején is ellátta a feladatát, hamarosan sor kerül a korszerűsítésre. És ugyancsak megszépülés, ami talán még fontosabb, energiahatékonyságában jelentősen modernizálódik majd az egykori kettes iskola is, amelyben már régen nem az általános iskolások gyarapítják tudásukat, de oktatási célokat szolgál. A korszerűsítések pénzügyi alapját a területfejlesztési operatív program biztosította. Egy úgynevezett energetikai épületkorszerűsítési topos pályázat keretén belül Bonyhádon a Bonikom Nonprofit Kft. Kettő épület felújítását végzi napjainkban is. Egyik ilyen épület a mögöttem látható Jókai utcai szakképző iskola épülete, a másik pedig a fájlakótelepen található ifjúsági étterem. Az ifjúsági étteremnél még nem kezdődtek meg a munkálatok, előkészítő fázisban vagyunk, ugyanis megvárjuk a tanév végét, addig az ottani konyha üzemel, azt követően állunk neki a munkálatoknak. Mindkét épület esetében az energetikai korszerűsítés öt nagy témakört ölel fel. Egyrészt a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő nyilázárókat fogjuk beépíteni, a régieket cseréljük ki, mind alumínium, mind pedig műanyag tokozatról beszélünk. Az épületek teljes homlokzati felülete, illetve a lapostető szigetelése, hőszigetelése meg fog történni. Napelemeket helyezünk el mindkét épület tetején, illetve fűtéskorszerítés keretén belül pedig a kazánok cseréjére is sor kerül, illetve különböző kisebb-nagyobb csővezetékeket is pótlunk, és végezetül villamos hálózatnak a korszerűsítése, villámvédelmi rendszer utólagos beépítésére is sor fog kerülni. A kivitelezés eredményeként sokkal olcsóbban lehet majd üzemeltetni az épületeket, mondta Farkas Attila. Egyébként ez a felújítás a két épülete vonatkozóan 400 millió forintos nagyságrendről beszélünk. Nagyságrendileg 400 nyilazáró cserére fog sor kerülni, 30 kilovattos napelem teljesítményekről beszélünk, és a legkorszerűbb kazánokat fogjuk beépíteni. Bár a szerződés megengedő, mondja a Bonikom ügyvezetője, úgy tervezik, a tanév kezdetére birtokba adják a gyerekeknek az iskola és az ebédlő épületét is. Arról, hogy a konyha technikai fejlesztése mikor és milyen körülmények között zajlik majd, még nem áll információ rendelkezésre, de bizonyos, hogy a külcsi megújulását ez is követni fogja.